Eperjesi, jó labda, Barci. Folytik mellett a csel, Barci, és ott a vezető gól, Kutács a gólszerző. De legalább akkora érdem Barci Dávidé is, aki előkészítette ezt a találatot. Kutács góllal debütált a magyar élvonalban. És megvan a második találata. A Puskás Akadémia elleni mérkőzésen talált be az 58. percben. És most itt is ismét eredményes Kutács. Ez ragyogó csel, és a beadás is jó. Más kérdés, hogy vajon nem volt-e lesen Kutács, aki nagyszerűen lépett be minden esetre a védők mögé. Barcinak nem az első szép megoldása, és ezt már befejelte a center. A videósér!